Itt a jó idő, indul a turista szezon, és a vakáció is hamarosan kezdetét veszi. Így elengedhetetlen a turisztikai attrakciókkal gazdag városok számára, hogy széles körben értesüljenek a kirándulni vágyók a települések nyújtotta lehetőségekről. Makó város önkormányzata is elengedhetetlen feladatának érzi a városmarketinget, hogy ne csak a hagymatikomot ismerjék, hanem a többi opciót is az ideérkezők. Úgy gondoltuk, hogy Makót minden lehető legtöbb orgánumon meg kell jelentessük. Itt most a Turizmus Kft. Szervezésében, akik a Magyar Turisztikai Ügynökség marketing csapata, szedtek össze 10 olyan újságírót, bloggert, influencert, ami most a mai trendek megfelelő és legtöbb embert elérhet, és őket szórakoztattuk el, és mutattuk be Makót. A múlt hét csütörtökön érkező csapat Budapestről indult, és másfél órás utazás után elfoglalhatták szállásukat a Glorious Grand Hotelben. Majd a városnéző kisvasúttal Makó főbb látnivalóit is megtekinthette a kis csapat. Ezt követően a Marospart és Lombkorona sétány nyújtotta lehetőségeket fedezték fel, de a gasztronómiai élményekből sem volt hiány. Stábunk a záró napon látogatta meg a városban vendégeskedőket, akik a hagymatikum nyújtotta szolgáltatásokba is belekóstolhattak. Révész Róbert a benyomásait osztotta meg. Annyi minden történt itt ez alatt, ugye most körülbelül másfél napja vagyunk itt, vagy bő egy napja, mint hogyha már itt lennénk legalább három napja, ugye azt jelenti, hogy rengeteg látnivaló van, amire szinte senki nem gondolt. Tehát azt állíthatom, hogy az egész 12 fős csoport, az így le van nyűgözve, és mindenki meglepetten vett részt itt a programokban, és látta a különböző látnivalókat. Szombati Orsolya első alkalommal járt településünkön, és a hagymatikum, valamint a Marospart nagyon elnyerte tetszését. Az utazóblogger elmondta, hogy a kirándulás során várta már, hogy láthassa a Makovec épületeket városunkban. Továbbá szólt ejtett arról is, hogy mi jutott először eszébe Makó hallatán. A makói hagyma, ami ország szinten is híres, és a Makovec épületekhez nekem személyes kapcsolódásom is van, ugyanis én Sárospatakra jártam gimnáziumba, és pont egy Makovec Imre által tervezett épületben, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy Makó ugye az egyetlen olyan város, ahol ilyen nagy számban van Magyarországon. Makovec Imre tervezte épület, és hát az nagyon-nagyon szép volt és különleges. És hogyha már gasztronómia, nagyon kíváncsi vagyok a Limara pogácsájára, tehát én már régóta követem így Instagramon, illetve interneten is, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy test közelből mivel tud meglepni minket. A résztvevők a hagymatikum udvarán az árnyékot adó napernyők alatt készítettek Limara gasztrobloggerrel vendégváró finomságot. Makói lévén ugye makói hagymás pogácsát fogunk készíteni. Épp valaki idejövet kérdeztem, hogy medvehagymával, mondom, természetesen nem, makói vörös hagymával készítjük, makói liszttel, úgyhogy hát remélem, hogy örülni fognak neki. Szeretném majd őket is bevonni a munkába. Hoztam kész kisült pogácsát is, hogy lássák, hogy mit várhatnak, és akkor utána pedig közösen fogunk elvileg sütni, vagy gyúrni és sütni a kemencében. Számos kérdés és praktika is elhangzott a tészta gyúrása, a szaggatása közben, valamint készültek a fotók, illetve a felvételek is a jó hangulatú napról, amely jól tükrözi Marosparti településünk sokszínűségét.